Kár vitatni, hogy a világ tele van idióta emberekkel. Az egyik kedvenc humoristám George Carlin szavaival élve, gondolj bele, hogy az átlagember mennyire hülye, és ha ez megvan, akkor jössz csak rá, hogy az emberek fele még ennél is ostobább. Na igen, de pont emiatt léteznek idióta bűnözők is, akiken mi nagyon jókat röhöghetünk. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10-et a világ legidiótább bűnözőiből. Mi baj lehet, ha kocsigázol egy kicsit? Mondjuk, ha nem figyelsz oda, simán okozhatsz balesetet, de ebben a sztoriban szerencsére nem ez történt. Az történt ugyanis, hogy az emberünk egy picit gyorsan hajtott, ezért a rend éberőrei meg is állították, hogy elbeszélgessenek vele a jutalmáról. Az igazoltatás során viszont egy furcsa szagra lettek figyelmesek, ezért át is kutatták a kocsit. Meglepetésükre a sima gyorshajtásból hirtelen átváltott a sztori razziává, mert rengeteg drogot találtak, méghozzá nem is a lájtosabb fajtából. Volt itt crack, metamfetamin, heroin, na meg rengeteg pénz. Őrizetbe is vették, de mire megérkeztek az őrse, a pénz csak úgy eltűnt. A rejtély viszont hamar megoldódott, mert pár lépés után pénz kezdett el potyogni a férfi hátsójából méghozzá 20 dolláros címletekben. Mintha csak egy bankautomata lett volna. A Marion megyei sheriff hivatalának Facebook oldala szerint a szükséges, de nem kívánatos folyamat után 1090 dollárt találtak az úr végbelében. A férfit ezután nem csak a drogok miatt ültették le, hanem a kis trükkjét is beleszámították az ítéletbe. Az biztos, hogy nagyon nem érte meg sietnie. Kevés olyan szent hely van, mint a Vatikán. Itt azért még a kevésbé vallásosak is próbálnak jól viselkedni, csak meg kell adni a tiszteletet a helyszínnek. Viszont akadnak páran, akik inkább iránymutatásnak érzik az etikettet, mint törvénynek. Ugyanis megtörtént az a fura eset, hogy a Vatikán egy papját saját szervezésű meleg orgiáján tartóztatták le. Persze, ha ez nem lenne elég, még drogokban sem szenvedtek hiányt. Az egész úgy bukott ki, hogy a szomszédoknak elege lett a hangzavarból, no meg a folyamatos férfi áradatból, akik Monsignor Luigi Capozzi apartmanjába tartottak, így rájuk hívták a rendőrséget. Egy olasz újság állítása szerint a pápai svájci gárda tagjai, a Vatikán rendőrsége pont az orgia közepére érkezett meg, ahol többek között egy csapat mesztelen, földön fetrengő férfi fogadta őket. Bár a meleg szex furcsa mód nem illegális a Vatikánban, de a drogok igen, épp ezért le is tartóztatták Capozzit. A pap Francesco Coco Palmeiro bíboros titkáraként szolgált, aki a pápai tanács jogalkotási szövegeiért felelős, és nem mellesleg tanácsot ad a pápának, így ez a történet kicsit olyan, mint a Da Vinci kód, csak egy kicsit több dákóval. Capozzit állítólag egy román kívüli kolostorba küldték, hogy meggyónja bűneit. Általában, ha a rendőrség kikérdez, jobb, ha nem mondasz semmit, amíg nincs ott az ügyvéded. De talán van egy másik módja is annak, hogy kijuss a bajból. Sean egy majdnem teljesen átlagos 24 éves kansasi srác, csak épp a rendőrség lekapcsolta, mert a kocsijában drogot és pisztolyokat találtak. Viszont amit az őrsön a rendőrök kaptak, azt nem köszönik meg. Amikor az egyik nyomozó megkérdezhet tőle, hogy mi a címe, mielőtt Sean válaszolt volna, finoman eldőlt az egyik irányba, majd egy hatalmasat fingott. De nem csak úgy eresztett egyet, ami után visszatérhetek a kérdésekre, hanem olyan szólót nyomott le, amit a nyomozó már nem bírt elviselni, így felfüggesztette a kihallgatást. Bár nem számított rá, Sean-t minden vád nélkül elengedték, de szerencsétlenségére 2 hónap múlva újra elővették, mivel állítólag cracket és egy lopott fegyvert találtak nála. Mondjuk már az is fura, hogy az első eset után elengedték, általában nem szokása a rendőröknek, hogy visszavonulót fújnak, de úgy néz ki, nagyon megnőtt az emberünk önbizalma, ha utána ugyanott folytatta a dolgokat, ahol abba hagyta. Kaliforniában sokféle ember megfordul, és szinte csak innen összetudnék nektek szedni több videóra való sztorit, mert van pár nagyon vicces. Egy férfi Ridgecrestben megpróbált kirabolni egy házat, méghozzá úgy, hogy a kéményen keresztül mászik be, akárcsak a Mikulás. Milyen jó ötlet! Legalább nem kell betörni semmilyen ajtót vagy ablakot, de azzal nem számolt, hogy előáll a micimackó hatás, és a kéményhez képest egy csöppet vastagabb emberünk be is ragadt. Jobb hiány kétségbe esetten elkezdett segítséget kiabálni, mire a társa betört az ajtón keresztül, hát ha tud neki segíteni. A riasztó persze ekkor meg is szólalt, de a biztonság kedvéért a Nobel-díjas bűnözőnk még fel is hívta a 911-et, hogy segítsenek a bajba került barátján. Ilyen egy igazi barát.
A tűzoltók sikeresen kiszabadították Mici Mackót a kéményből, majd a rendőrök őrizetbe is vették. A börtönfotón viszont annyira jól mutatott tiszta kormosan, hogy később fel is kérték az egyik helyi színházban a Twist Olivér egyik szerepére. Micsoda karrier! Van egy óriási baj azzal, ha éjszaka akarsz bűnözni. Nehéz sokáig fennmaradni, ha nem vagy ehhez hozzászokva, ahogy ezt a texasi emberrablónk is mutatja. A 20 éves férfi a szemtanúk szerint összeveszette a szobatársával, aminek az lett az eredménye, hogy fegyvert rántott, majd kikötözte és fogva tartotta a szerencsétlen túszt, akiért váltságdíjat követelt. És még azt hitted, hogy a te lakótársad rossz arc. Csak épp a kedves lakótárs nem tudott ébren maradni, körülbelül 4 órakor nyugovóra tért, így a szobatársa sikeresen megszökött. Már a rendőrséggel tért vissza, akik megtalálták a szundikáló férfit, majd letartóztatták. Nem csak, hogy nem kapott pénzt, de még jól meg is büntették 60 000 dollárra. Azt hinnétek, ilyen is csak egyszer fordul elő az életben, de Washingtonban 2 embert is elkaptak elég hasonló körülmények között, csak ők éppen az általuk kirabolt tároló előtt aludtak el. Biztos vagyok benne, hogy eljátszottatok már a gondolattal, hogy hova bújnátok el, ha valaki üldözne titeket, vagy éppen, hogy mi lenne a legjobb menekülési útvonal. A főszereplőnk ellen a helyi rendőrség letartóztatási parancsot adott ki súlyos testi sértés és zaklatás miatt. Úgy gondolta, meghúzza magát a barátnőjénél, amíg elül a vihar, de a rendőrség eszén nem ilyen könnyű túljárni. Úgyhogy amikor a rendőrség megjelent a barátnője házában, improvizálnia kellett. Jött is a remek ötlet és elbújt a ház szellőző rendszerében, akárcsak John McClane a Die Hardban. Biztos nem sokkal az eset előtt látta a filmet, és az adott neki ikletet. Csak épp még a Die Hardban teljesen simán kúszott végig Bruce Willis a szellőzőben, a való élet más forgatókönyvet tett le az asztalra, és a szellőző nem bírta el a főszereplőnk súlyát. Az emberünk a mennyezeten keresztül bezuhant a konyhába, pontosan az őt kereső rendőrök orra elé. Ha ez még nem lett volna elég, még egy plusz vétséget is a nyakába akasztottak egy kisgyerek veszélyeztetése miatt, mivel majdnem a gyerekre esett rá. Már csak ez hiányzott neki. Mit ne tegyél, ha körözést ad ki ellened a rendőrség, és ezt még a Facebook oldalukon is megosztják? Mondjuk ne lájkold a posztot, ne írj kommentet, és még véletlenül se küld nekik egy szerinted jobb képet magadról. Na, ezeket a most következő zsenink nem érezte problémának. Egy gyújtogatása és vandalizmussal vádolt férfi fogta magát és küldött egy szelfit az ohiói rendőrségnek, mert úgy gondolt, hogy a körözési képén nem fest túl előnyösen. Az emberünk egy Facebook üzenetben küldte el a képet, amiben ezt írta. Tessék, itt egy jobb fotó, a másik borzasztó. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ha én viszont látnám az arcképen Facebookon egy rendőrségi körözésről szóló posztban, valószínűleg fülem-farkon behúz alapítanék, nemhogy küldjek nekik egy jobb képet, vagy bárhogy felvegyem a rendőr őreivel a kapcsolatot. Mondjuk valószínűleg nem IT-zseni az emberünk, és nem tudta, hogy simán lenyomozható a készülék, amiről küldte az üzenetet. De ha ez nem lett volna elég, még a helyi rádióállomáson keresztül is üzent a rendőröknek, hogy cseréljék le a képet. Hát tényleg zseni. A rendőrség gyorsan válaszolt is az üzenetre, amiben megköszönték a segítőkészségét, és hozzátették, hogy jobban örülnének, ha inkább bemenne egy elbeszélgetésre. De mázlia volt a férfinak, mert meg se kellett mozdulnia, érte mentek és betaxiztak vele az őrsre. Hogy képzelsz el egy profi bankrablót? Hetekig tervezi az akciót, profi csapatot szed össze, és hidegvérrel rabol, ugye? Na igen, ilyenek is vannak, de létezik a sokkal hív fajtából is szerencsére egy pár. Egy elég amatőr bankrabló, akinek az áruhája egy napszemüvegből és egy zokniból állt, amit a fejére húzott, úgy gondolta, jó ötlet megadni az adatait a rablás előtt a bankfiók vezetőjének. Hogy erre más nem gondolt? Dean Smith akkor még 27 éves volt, és éppen meg akarta változtatni a címét a bankfiókjában, amikor észrevette egy jó adag készpénzt a kasszában. Vissza is tért a vérprofi áruhájában egy késsel, és követelte a pénzt, viszont a pénztáros lazán visszautasította, így üres kézzel menekült el. Talán egy fél óránál több időt kellett volna a tervezéssel tölteni. Természetesen a fiókvezető azonnal megismerte a fél órával az előtt nála járt férfit, így a rendőrségnek nem tartott sokáig, hogy lenyomozzák. Dean mindent bevallott, majd azt is hozzátette, hogy nagyon sajnálja, egy hülye, elhamarkodott döntés volt, de mind hiába. A rablási kísérletért és a szúrófegyver viselésért 2,5 év börtön lett a jutalma. Azt hinnéd, hogy az előző emberüknél rosszabb álcája senkinek se lehetett, de ki kell ábrándítanom, mindig van lejjebb. Két férfinak ugyanis nagyon megtetszett egy ház. Annyira, hogy úgy döntöttek, este meglátogatják, és ha már ott vannak, hazavisznek egy kis szuvenírt.
Persze ehhez álcázták is magukat, nehogy túl feltűnők legyenek, vagy épp ha lebuknak, könnyebben el tudjanak menekülni. Csak épp nem dolgozhattak hatalmas költségvetésből, így valami olcsó megoldást kellett keresniük. Ennek örömére össze is firkálták magukat alkoholos filccel, mert az biztos jó lesz, és teljesen felismerhetetlenek lesznek. De az alkoholos filccel csak egy a baj, nem jön le egy könnyen. A betörés után a rendőrség azonnal elkezdte keresni az elkövetőket, és valljuk be, nem volt túl nehéz dolguk. Két alkoholos filccel kifestett ember a tömegben kicsit se feltűnő. Ma már akinek nincs Instagramja, azt a legtöbben kinézik, pedig szerintem nem attól lesz valaki jó ember, hogy dokumentálja az életét a képeken keresztül. Ugyanakkor van, aki nem képes leállni, még akkor se, ha inkább lapulnia kellene, mint képeket megosztani. Két kanadai csaj ugyanis nem fogadta meg a csempészek aranyszabályát, és nem bírtak csendben maradni, muszáj volt kiposztolniuk éppen mit csinálnak. Értem én, hogy remek Insta alapanyag, ha egy luxus hajóúton tartasz Ausztráliába, csak épp a kokainokkal teli bőröndökről készült képeket ki kellett volna hagyni a körből. Isabel és Melina ugyanis 95 kg kokaint próbált becsempészni Ausztráliába pár bőrönben, ami azért nem kis mennyiség. Kisebb csoda, hogy a rendőrség csak a hajókázás után 2 hónappal tartóztatta le őket. Az ügyből nemzetközi botrány is lett, állítólag még sose próbáltak ekkora mennyiségű kábítószert becsempészni az országba. Viszont egyes híresztelések szerint a két lány egy olyan nemzetközi bűnszervezet tagja, akik már régóta ezzel foglalkoznak, tehát ki tudja. Lehet már sok sikeres útjuk volt, csak az a fránya Instagram ne lenne. Már ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.